A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Magyar Lelátó Sportmagazin. A hazai sportélet más lelátószögből. Hirdessen a Magyar Lelátó Sportmagazinban. 4 rádió, több tízezer hallgató és egy kihagyhatatlan lehetőség. Várjuk jelentkezését a magyarlelato@gmail.com címen. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai vendégünk kivételesen nem egy kiváló sportolói pályafutást tudhat maga mögött, hanem tollával ért el sikereket. A nemzeti sportnál eltöltött időszaka alatt ismerte meg az egész ország. Kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci címen vezetett blogja hamar rendkívüli népszerűségre tett szert Magyarországon. A híres szállóigét Puskás Ferencnek köszönhetjük, és ez egyáltalán nem véletlen. Vendégünk a 20. század leghíresebb magyar emberének nagykövete. Róla szóló könyvét hamarosan angol nyelven is olvashatják. De nem csak ezért köthető a neve Puskáshoz. A történelem legjobb magyar labdarúgójáról elnevezett akadémia kommunikációs igazgatója Felcsúton. Emellett a Forfortu futballmagazin főszerkesztője is. A Magyar Lelátó vendége Szőlősi György, a beszélgetőtárs Marti Zoltán. Érdemes róla tudni, hogy a Puskás Akadémiának a sajtófőnöke és vagy a Ford Fortu magazinnak a főszerkesztője a Puskás csáthoz is közel állsz. Mind-mind ez a sok egyéni feladat áll össze egy nagy egészbe, de van-e olyan feladat, ami számodra mégis prioritást élvez ezek közül? Lassan már én sem tudom számon tartani, hogy mennyi feladatom van. Abból a szempontból viszont valóban az egyszerű a helyzet, hogy ezt a nagyon sokfelé ágazó és különböző feladatot mégiscsak könnyű összefoglalni egy-két szóval, talán ha azt mondom, hogy futball, vagy most már főként azt mondom, hogy Puskás, akkor már le is vettem mindazt, amit csinálnom kell. Most új feladatként bejött a képbe az NB1-es csapatunk körüli kommunikációs teendőknek az intézése, ami őszintén szólva némiképp váratlanul érkezett, hiszen nem gondoltuk azt még 2-3 évvel ezelőtt, hogy a Puskás Akadémián ilyen jellegű feladataink is lesznek. Természetesen örülünk, meg egy érdekes feladat, meg egy kicsit visszatérek abba a világba, amiben a válogatott sajtófőnökeként valamikor dolgoztam, meg az Európai Labdarúgó Szövetség megbízásából a Bajnokok Ligája mérkőzések sajtófőnökeként valamikor dolgoztam. Hát persze a Magyar NB1-et véletlenül se hasonlítsuk a Bajnokok Ligájához, de a feladatok jellege nagyon sok szempontból hasonló vagy azonos. Hát, hogy van-e prioritás, ez nehéz kérdés. Ha van prioritás, akkor mindenféleképpen a Puskás örökség ápolása mindenféle konkrét és általános értelemben is. És most már mondhatom azt, hogy minden más talán ebből következik, mert hogyha a Puskás Akadémián zajló szakmai munkáról beszélünk, vagy az itt palírozódó fiatalokról, akkor azt is abból a szempontból nézem, hogy Puskás Ferenc szakmai örökségének a továbbvitele ezen a helyen a leginkább elképzelhető, és ezen a helyen kell nekünk arra odafigyelnünk, hogy méltóan dolgozzunk ő hozzá, és valóban azt a szellemiséget és azt a szakmai attitűdöt képviseljük, amit ő is képviselne. Ugyanígy, hogyha a Forfortu magazinról beszélünk, ami ma a legtrendibb futballmagazin a világon, egy nagyon fiatalos, egy nagyon könnyed hangvételű, de mégis nagyon igényes és nagyon magas színvonalú futballújság, akkor azt is éppen abból a szempontból tartottuk nagyon fontosnak, hogy behozzuk Magyarországra, és hogy egyáltalán ismét legyen Magyarországon futball folyóirat, futball szaklap, mert hogyha a Forfortu nem lenne, akkor szégyen szemre nem lenne ilyen, mert még mindig nem adtuk föl azt az időnként reménytelennek tűnő vállalkozást, hogy a magyar futballt talpra kell állítani, és a magyar futballkultúrát újjá lehet építeni, már pedig a magyar futballkultúrától, meg egyáltalán a futballkultúrától elválaszthatatlan, és talán még a gyerekkorunk halvány emlékeiből mi is tudjuk, hogy elválaszthatatlan az, hogy legyen igazi, színes, képes futballújság, ami mindig is hozzájárult ahhoz, hogy a sztárok igazi sztárok legyenek, hogy a gyerekek, a fiatalok igazán lelkesedni tudjanak, hogy a futball sikereket igazán dokumentálni lehessen, és így tovább. Tehát pótolhat szerepe van egy futball lapnak,
egy futballkultúrában. Nálunk ma már nagyon sok minden hiányzik abból a klasszikus futballkultúrából, amely valaha éppen itt Magyarországon, meg az Osztrák-Magyar Monarchia területén volt a legkifinomultabb, a legfejlettebb, a legizgalmasabb, és amely futballkultúra ma is él és virágzik a világnak számos pontján és egyre több pontján, és a mi szempontunkból az a különösen tragikus, hogy noha itt volt időben is az első, és egyébként is a leginkább fejlett, vagy nem is tudom mi a jó szó erre, ez a bizonyos általunk oly sokszor visszasírt futballkultúra, éppen mi jutottunk talán Európában a legmesszebb attól a szintől, attól a világtól, tehát szinte mindent újra kell építeni, és a nulláról kell kezdeni. Ezért aztán az a szomorú helyzet állt elő, hogy noha valaha a magyar futballlapok mutattak példát, meg voltak úttörők nagyon sok tekintetben, meg a Nemzeti Sport talán most is a világ legrégebbi sportnapi lapja, meg a Képes Sportot járatta összes volt szovjet köztársaság sportrajongója, aki megengedhette magának, és így tovább. Most tényleg nem lenne Magyarországon futballújság, ha a For Fortune nem lenne, és talán nem ismertünk volna belevágni, hogyha nem egy világszínvonalú külföldi magazint tudtunk volna behozni, amelyhez csak hozzá kell tenni, úgymond a magyar tartalmakat, mert készen kapjuk a legfrissebb, legszínvonalasabb, legbenfentesebb futballanyagokat az angoloktól. Rengeteg kérdés merült fel bennem, de mégis van egy kulcs szó, amit azt hiszem, hogy itt nyugodtan mondhatunk, az a felelősség, hogy neked elég nagy felelősséged van, hiszen ahogy mondtad, szeretnéd a magyar futballnak a fellendülését ilyen szempontból elérni. Ezt a felelősséget, ezt, hogy viseled, ez egy pozitív feladat-e számodra? Hát nem könnyű erre válaszolni, hiszen az első reflex az volna, hogy elhárítsam magamtól ezt a felelősséget, hiszen mégiscsak azt gondolja az ember, hogy a legnagyobb felelősségük azoknak van, a magyar futballban, illetve a hagyományos szurkolói attitűd azt mondja, hogy ha rossz a magyar futball, akkor kutyaütő a futballista, és rossz az edző. Általában idáig szoktunk eljutni a felelősség firtatásának a kérdésében. Én viszont azt mondom, hogy sajnos ma már az mind-mind következmény, hogy kutyaütő a magyar futballista, és rossz az edző. Valamikor régen, több mint fél évszázaddal, most már talán 60 esztendővel ezelőtt, sőt, talán még régebben megbicsaklott a magyar futball addig töretlen fejlődése. Itt mindenféle misztikus, meg személyeskedő, meg a magyar balsorsban rejlő okokat szoktunk keresni, meg könyveket írtak már tele, akár konkrétan ezzel a címmel is, hogy miért beteg a magyar futball, és hát meggyőződésem szerint nagyon téves és hibás következtetésre jutott például Végantal, ha már őt idéztük. Tudnélik, mint minden más baj forrásaként, először is ne feledkezzünk meg Trianonról, ami furcsán hangozhat, de valóban az Osztrák-Magyar Monarchia idején ringott itt az úgynevezett Dunai Iskolának, amelyet a futball szakirodalom így nevez, a bölcsője, és azáltal, hogy nagyvárosok egész sora került Magyarország határain kívülre, mert valamikor egy polgári, nagyvárosi játék volt a foci, amikor megérkezett Angliából Közép-Európába. Azáltal, hogy ezek a nagyvárosok, amelyek talán még ma is egyébként futballfellegvárak, Zágráb, Kassa, Kolozsvár, Nagyvárad, és hadd ne folytassam most hirtelennyében a sort, ezek mind Magyarország határain kívül kerültek, és egyébként sok esetben központjai lettek más országok futballkultúrája kibontakozásának, ami egy jó dolog egyébként, de a magyar futball többé nem számíthatott ezekre a vidéki fellegvárakra. Ez az egyik, amit talán nem beszéltünk ki kellőképpen, és a futball vonatkozásairól talán soha nem beszéltünk, vagy nem eleget. Aztán, noha leegyszerűsítve, szokás és divat azt mondani, hogy Magyarországon egészen a kommunista rendszer végéig nagyszerű futball volt. A valóság ezzel szemben az, hogy a két háború közötti nagyon sok tekintetben nagyon messze ható nagyszerű ifjúságpolitikának köszönhetően valóban egy fantasztikus generáció nőtt ki, vagy több is, amely egyébként éppen a Rákosi rendszerben aratta a legfényesebb sikereit paradox módon, és ennek a gyümölcsét a Rákosi rendszer alatt aratta le, de hát azt aki egy picit is komolyabban belegondol, nem gondolhatja, hogy a Helsinki 16 aranyérem, amelyel harmadikok voltunk az Egyesült Államok és a Szovjetunió mögött a nemzetek rangsorában, az a Rákosi rendszer érdeme lett volna. Legfeljebb annyi történt, hogy felismerte a kommunista rezsim, hogy itt van egy fantasztikus sportoló generáció, amelyből úgy mondanánk marketing hasznot, akkor úgy mondták, hogy propaganda hasznot tudnak húzni, és közben a háttérben egyébként a magyar sport egészséges struktúrái már megbomlottak, már a régi egyesületi formák megszűntek, már a régi egyházi
iskolai, egyházi iskolai cserkész sportegyesületek megszűntek, átalakultak. A létesítményfejlesztésről nem beszélhetünk, a központi akaratból zajló létesítményfejlesztésről. Mindig voltak lelkes pártitkárok, meg elkötelezett gyárigazgatók, akik valahogy a futballt a saját területükön támogatták, de megfigyelhető az, hogy főleg 1954 a vesztes világbajnoki döntő és a futballbolond hadügyminiszter Farkas Mihály politikai bukása után gyakorlatilag, főként miután az ő riválisa az aranycsapat sikereinek idején börtönben sínlődő Kádár János került hatalomra Magyarországon, gyakorlatilag a futball központi támogatása, központi szerepe megszűnt. A lendület vitte még évtizedekig a futballt, még értek el eredményeket Alberték, aztán Nyilasiék, aztán Détáriék, de teljesen egyértelműen leszálló ágba került a magyar futball, évről évre és évtizedről évtizedre gyengébb és gyengébb eredményeket produkált, miközben az egész világon képzési rendszereket dolgoztak ki, megjelent a televízió a futballban, ami üzletileg egy egészen más dimenzióba emelte a labdarúgást, létesítményfejlesztés, fantasztikus stadionokat építettek. Magyarországon a Népstadion az élő, velünk élő szimbóluma annak, a soha be nem fejezett félig kész Népstadion, hogy az elveszített világbajnoki döntő után már a kommunista vezetők sem tekintettek úgy a futballra, mint egy propaganda eszközre. Valójában nagy baj, ha akként tekintenek rá, de egy darabig legalább akként tekintettek rá, de utána már úgy sem. Tehát a futballra úgy kellene tekintenünk, mint gyerekeink egészséges nevelkedésének egy elválaszthatatlan feltételére, hiszen mozognak, közösségben vannak, viselkedni tanulnak, önuralmat tanulnak, megtanulják, hogyan kell egymásért és a csapatért küzdeni, és így tovább, hadd ne soroljam fel azokat a közhelyszámba menő, de valójában elengedhetetlenül fontos klasszikus értékeit a futballnak, amelyről hajlamosak vagyunk nem tudomást venni, és manapság nagyon divatos azt mondani, hogy minek építünk stadiont, meg minek támogatja a kormány a futballt, miért nem az egészségügyet, miért nem az oktatást, miért nem a kultúrát támogatják ezekkel a pénzekkel, amire nekünk az a nagyon határozott és felháborodott válaszunk, hogy a futball az maga az egészségügy, a futball az maga a kultúra, és a futball az maga az oktatás. Mert bizony gyerekek nagy tömegei lehet, hogy soha nem lesznek rendszeres színházba járók, de nagyon sok emberi és közösségi értéket a futball révén megtanulhatnak. Sőt, elmondanám azt is, hogy nagyon sok gyerek lehet, hogy a futball révén fog először színházba eljutni, mint például nekünk is van a Real Madriddal közösen működtetett szociális sportiskolai programunk, aminek kimondottan a társadalmi felzárkóztatás a célja, amely társadalmi felzárkóztatás kimondottan a futballal kezdődik, de aztán ezeket a gyerekeket, akiket hetente kétszer a Real Madrid címerével feldíszített gyönyörű saját buszukkal kétszer összeszedünk, itt meleg ételt kapnak, edzésen vesznek részt, de elvittük őket éppen úgy budapesti városnézésre, vagy éppen színházba, ahogyan sok más kulturális programot is szervezünk. Tehát ha a futball fontos, nem azért fontos, hogy az adott esetben bundázó profi játékosok zsebét tömjük még több pénzzel, hanem pontosan azért fontos, hogy minden magyar kisgyerek a lakóhelyéhez közel, a lakóhelyén, méltó körülmények között elkötelezett és szakmailag felkészült edző vezetésével futballozhasson, olyan közösséget találhasson magának, amely a test és lelki fejlődését szolgálja. Tehát ezért fontos a futball. Eléggé elkanyarodtam a kezdeti kérdéstől, a felelősség kérdésétől, mert nem szeretném természetesen magamra venni a magyar futball szinte lehetetlennek látszó újjáépítésének a hihetetlen terhét, vagy ennek a felelősségét. Azért mondtam mindezt el, hogy egy kicsit rávilágítsak arra, hogy milyen távoli és milyen történelmi gyökerei vannak annak, hogy ma itt tartunk, ahol tartunk. Ugyanakkor a futball ma is a világ kedvenc játéka, még így is jelen állapotában is a magyarok kedvenc játéka, mert az igazos sportolónak a többsége még mindig futballista. Az amatőr utánpótlás sportolók ról beszélek itt elsősorban, hiszen ők jelentik azt a tömeget, amely miatt valóban nemzeti kérdés a futball, mert nem azért nemzeti kérdés a futball, mert bizonyos profi csapatok sikeresek vagy nem sikeresek, ha igazán sikeresek, akkor attól is nemzeti kérdés, mert akkor az egész nemzetnek van egy olyan fantasztikus közösségi élménye, amelynek a hangulatát szinte mi már el is felejtettük, de aki valamikor átérte, az tudja, hogy ez semmi mással nem pótolható, hogy mennyire irigyeljük most a bajorokat, mondjuk, hogy a néhány éve még lesajnált Bayern München, legalábbis a nagy angol meg spanyol csapatokkal szemben lesajnált Bayern München ma ott van, ahol van,
például, de hát a sort nagyon hosszan lehetne sorolni. Akárcsak menjünk el Ukrajnába, ahol oda tudtak vinni egy Európa-bajnokságot, amit mi is megkíséreltünk, háromszor sikertelenül ragyogó stadionokat tudtak építeni. Nem voltak az Európa-bajnokság sztárcsapata, de mégis megadatott nagyon sok ukrán kisgyereknek az az élmény, hogy ott volt azon a meccsen, amelyen a nemzeti hős Andriy Sevcsenko 2 góljával legyőzték Svédországot, és aki mondjuk ott volt ukrán kisgyerekként azon a meccsen, az egészen biztos, hogy soha életében azt az estét nem fogja elfelejteni. Ezek az esték hiányoznak nagyon nekünk, ezért is fontos lenne a foci, de még inkább fontos lenne azért, amiről már beszéltünk, hogy egészségesebben nevelkedjenek a gyerekeink, hogy a futballpályán töltsék a szabadidejüket, mint nagyon sok más alternatív helyen, amely alternatívát millió sokkal egészségtelenebb és sokkal erkölcstelenebb dolog kínál a számukra, és ezért nem adhatjuk föl, bármennyire is megmosolyognak bennünket ezért, meg bármennyire is azt mondják, hogy minek ide futball, mert szeretnénk ezeket az élményeket visszaszerezni, és szeretnénk azt, hogyha a gyermekeinknek megadatna a góllövés öröme is a pályán, meg a magyar válogatott sikereinek való örülés élménye is. Azt hiszem, hogy bűn lett volna ezt a monológot megszakítani bármilyen kérdésre. Itt a Puskás Akadémiában lehet mondani, hogy egy konzervatív értékrend szerinti neveltetést képviseltek ti, akár az alapító miniszterelnök, akár te például, de ezt az értékrendszert mennyire igyekeztek ti átadni a fiataloknak? Én azt látom, főleg a nagy magyar sportolók példájából, hogy a kettő nem elválasztható egymástól. Tehát aki nem hozza otthonról, vagy egy komoly nevelő intézményben, mint amilyen a Puskás Akadémia is szeretne lenni, nem kapja meg azokat az értékeket, hogy nem találkozik velük, vagy nem teszi magáévá, mint a hazaszeretet, mint az elhivatottság, mint a közösségért való tenni akarás, abból nem is lesz nagy sportoló. Tehát a dolog nem úgy vetődik fel, hogy mi most bele szeretnénk verni a gyerekekbe azt, hogy már pedig igenis neki keresztény elvek szerint kell élniük, és konzervatív értékrendet kell képviselniük, mert direktben természetesen soha nem politizálunk, hiszen ez egy oktatási intézmény. Először is nagyon fontos a példa, azért hívunk ide hónapról hónapra nagy sportolókat és neves futballistákat, ma este például Szabics Imre lesz a kollégiumi esték sorozatunknak a vendége, de Grosics Gyulától Gera Zoltánon és Huszti Szabolcson át egészen Sztovéváig rengetegen voltak a példaképnek tekinthető sportolók közül a vendégeink, mert tudjuk, hogy ezeknek a fiataloknak, vagy ezekre a fiatalokra leginkább a közvetlen példával lehet hatni. Tehát hiába papol az ember, úgymond, hogyha az nem érinti meg őket. Az a hiteles számukra, amit a nagy karrierbe futó közvetlen elődeik mutatnak nekik, például azok a Puskás Akadémisták, akik már értek el sikereket és komoly profi futballistának számítanak, mint mondjuk a válogatottban is rendszeresen szereplő Gyurcsó Ádám, aki az első válogatott futballistánk, vagy Szolnoki Roland, aki Gyurcsó Ádámmal együtt végigjátszotta azt az Európa Liga szereplést, amelynek során Paulóshoz a vezetésével azért a Videóton mégiscsak olyan neves európai csapatoknak számító együtteseket győzött le, vagy búcsúztatott, mint a Trabzonspor, a Basel, a Sporting Lisszabon, tehát ők már közvetlen példát jelentenek a mi gyerekeink számára, és hát valóban a kollégiumi nevelőtanárok között van 2 református lelkész, nagyon fontos, hogy itt, ahol tényleg együtt élnek, tanulnak, sportolnak a gyerekek, itt a lelkükkel is foglalkozzanak a nevelőik, az edzők feladata is hallatlanul fontos, hiszen ők is nagyon sok időt töltenek a gyerekekkel, és nagyon fontos példaképnek számítanak a fiatal fiúk számára. A tanárok és a kollégiumi nevelők munkája egyaránt nagyon fontos. Hát amikor éppen erről beszélünk, hogy Forfortú magazin, Puskás Akadémia, kollégiumi nevelés, futballkultúra, akkor próbáljuk ezt az egészet egy szerves egészként kezelni, hogy itt olyan milliót kell teremteni, amiben egyrészt egyértelmű, hogy mely értékek a fontos értékek, másrészt pedig motiválja is az itt palírozódó fiatalokat, mindaz, amit maguk körül látnak és hallanak. Ha nem akarnék messzebbre menni, Grosics Gyulát hívjuk meg, mint hogy ez is megtörtént, akinek aztán tényleg hitelesek lehetnek a szavai, hiszen 3 világbajnokságon védett, és a futballtörténelem legnagyobb kapusainak az egyike, és az ő szavaiból is süt az, hogy ő mindig azért tartotta nagyon fontosnak, hogy a maximumot nyújtsa a pályán, mert tele volt a stadion, és a közönségnek szeretett volna megfelelni, mert tudta, hogy az országhatárokon túl is minden magyar, 15 millió magyar figyeli lélegzet visszafolytva, hogy miként szerepel a labdarúgó válogatott az angolok ellen, vagy éppen a világbajnokságon. Tehát ezek az első és legfontosabb dolgok,
amelyek például Grosics Gyulának az eszébe jutnak a futballról. Éppen ezért a hazafias nevelés meg a keresztény értékek szem előtt tartása, de hozhatnánk közelebbi példát Gera Zoltán esetét, akivel szemben a körülmények összefogtak, hogy véletlenül se lehessen profi sportoló, és mégis a hitének köszönhetően minden nehézségen felül tudott kerekedni, és a legjobb magyar futballista vált belőle. Tehát ezeken a konkrét példákon keresztül gondoljuk sokkal telesebbnek átadni ezeket az értékeket, meg ezeket a példákat, és hát aztán reméljük, hogy majd az innen kikerülő egyre sikeresebb sportolók maguk lesznek valóban a példaképek. Amikor mi itt beszélgetünk, akkor Magyarország legsúlyosabb árvizét tapasztaljuk. Amikor az adásba kerül, akkor hál' Istennek valószínűleg már egy erős apadás történik. Viszont a tudósításokban előfordult és gyakran megjelent, hogy a Puskás Akadémia busza felfedezhető az árvízvédelmi területeken. Ezek szerint akkor nem csak egy belső nevelés, ami fontos, hanem a hazaszeretet is egy fontos pontja a Puskás Akadémiának. Hát igen, illetve az, amit divatos kifejezéssel társadalmi szerepvállalásnak vagy felelősségvállalásnak szoktak nevezni, még a nagy multicégek is próbálkoznak olykor ilyesmivel. Nálunk ez az életünk elkülöníthetetlen része, hiszen mi itt egy kis településen dolgozunk, és ahhoz, hogy mi itt ne valamilyen erődítményként, egy ilyen elzárt szigetként, irigyelt vagy gyűlölt szigetként létezzünk, ahhoz nekünk nagyon fontos az, hogy a körülöttünk élők is a magukénak érezzék a Puskás Akadémiát, és büszkék lehessenek rá. Ehhez pedig nagyon sok olyan ügyben veszünk részt, amelyet a legegyszerűbben ezzel a bizonyos társadalmi felelősségvállalással lehetne összefoglalni, de hogy inkább konkrétumokat mondjak, ne lózungokat. A Puskás Akadémia konkrét anyagi segítséget nyújtott a felcsúti óvoda felújításához például, vagy említettem a Real Tanoda nevű projektünket, amely a Real Madrid Szociális Sportiskolai világméretű hálózatába tagozódott be, és a bicskei nevelőotthon, a bicskei menekültábor, a nagy részben romák által lakott terület bicskei iskolája és más intézmények bevonásával több mint 100 kisgyereknek a társadalmi felzarkóztatását segíti a futball, a kosárlabda és a Real Madrid által kidolgozott know-how mindennapokba való átültetése révén, de hát ezentúl tényleg a múltkor Kolozsvárról hívott föl romániai Akadémia Hadzsi szakmai igazgató, hogy itt látja a buszunkat, és egy pillanatig nem is értettem, hogy mit keres ott, aztán eszembe jutott, hogy a csíksomlyói búcsúra kérték kölcsön zarándokok, akik oda igyekeztek, most pedig az árvízi mentésben résztvevő önkénteseket szállította ezekben a napokban az akadémia busza, de ugyanígy az óvodásokat viszi kirándulni, vagy éppen az iskolásokat osztálykirándulásra. Tényleg azt kell mondanom, hogy a mindennapjainktól elválaszthatatlanok ezek az akciók. Segítünk egymásnak, amiben tudunk, még csak nem is büszkélkednénk a mellünket verve, hiszen még egyszer mondom, természetes, hiszen a mi gyerekeink is a helyi óvodába járnak, és így tovább. Tehát a Puskás Akadémia nem elválasztható felcsúttól, a bicskei járástól. Nagyon sokan dolgoznak itt környékbeliek, akik megélhetést találnak a családjuk számára azáltal, hogy a Puskás Akadémia évről évre fejlődik, és egyre sokrétűbb feladatot is végez egyébként. Szóval ez azt hiszem természetesnek tekinthető, és ne is időzzünk itt többet, hiszen Magyarországon azt hiszem, hogy mindenki, aki tud a maga eszközével, mindenben segíti az árvízi védekezést, a Puskás Akadémia sem kivétel természetesen. Továbbra is Szőlősi Györgyel beszélgetünk. Térjünk egy kicsit át a magyar labdarúgás, hogy általánosságban te hogy ítéled meg az új MLS vezetőségnek az elmúlt pár évét? Most már lassan ugye 3 éve regnál a mostani MLS vezetőség, amely teljesen új úton indult el, és egy teljesen más dimenzióba emelte a magyar labdarúgás központi irányítását, fejlesztését. Tudnillik, az elmúlt évtizedekben a magyar labdarúgó, mindenkori Magyar Labdarúgó Szövetség sodródott az árral, és hát túl sok mozgástere nem volt. Az volt a kérdés, hogy miközben sodródik, a közben kicsit jobban vagy kicsit rosszabbul látja el a feladatát, de én akkor is, amikor a Labdarúgó Szövetségben dolgoztam, létrehoztuk a II. Világháború után először a sajtóosztályt, mert még nem is létezett ilyen, nem volt főállású sajtófőnöke 40-valahány évig a Labdarúgó Szövetségnek. Zárójel, nem is nagyon volt rá szükség, mert volt olyan, amikor az MTI vezérigazgatója volt egyben az MLS elnöke, vagy amikor Szepesi György az egyik legkiválóbb rádióriporter volt egy személyben az MLS elnöke, de hát az egy különleges világ volt, amikor egyébként maga az MLS is csak egy alosztálya volt az állami sporthivatalnak, és nem egy demokratikusan választott sportági önkormányzat. Szóval nagyon nehéz helyzet volt az MLS, megint a felelősség kérdéséhez visszakanyarodva, mindenki
szitta az MLS-t, meg az divatos volt, meg Véganta is addig jutott a kutakodásban, hogy felelősnek tegye az MLS-t, hogy miért tart itt a magyar futball, de valójában, amint arról már beszéltünk, a futball az nagy politikai kérdés alapvetően, tehát ha van központi sportág fejlesztési koncepció, és hozzá sok mai viszonyok között sok 100 milliárd forint, akkor lehet futballfejlesztésről beszélni, hogyha nincs, akkor az MLS önmagában ehhez bizony kevés. Ebből a szempontból volt nyilván nagyon fontos, hogy egy olyan nagyon nagy befolyású ember, mint Csányi Sándor, aki a leggazdagabb magyar ember és a legnagyobb magyar bank elnök vezérigazgatója, vállalta el hosszú évek kérlelése után azt, hogy a labdarúgó szövetség élére áll. Ez önmagában is más dimenzióba emelte a labdarúgó szövetséget, hiszen voltak olyan időszakok Magyarországon, amikor hát alig lehetett megfelelő elnököt találni, vagy nem is igen lehetett. Csányi Sándornak is nagyon sokáig kellett könyörögni, mert sajnos ma az MLS elnökének lenni az nem egy hálás feladat, és nem egy egyszerű feladat, és ő bár nagyon sok nehéz feladatot és gazdasági feladatot megoldott életében, szerintem ő sem vitatja azt, hogy eztán a legnehezebb eddigi feladata, hogy legalább gazdaságilag felvirágoztatni a magyar futballt, meg legalább működésileg rendbe tenni, ami még nem jelenti azt, hogy világbajnokok leszünk, mert nagyon sok mindent még nem jelent automatikusan, de az, hogy legalább egy működő struktúra legyen, jó helyre menjen a pénz, minél többen sportoljanak, minél több pálya legyen, ezek olyan célok, amelyeket végre megfogalmazott a labdarúgó szövetség, amelyeket nem pusztán megfogalmazott, hanem amelyekhez a kormánytól megfelelő segítséget is kap. Hát tényleg egy forradalom zajlik a sportágban, hiszen a társasági adó támogatási lehetőség az valóban már eddig is több mint 1000 sportegyesületnek jelentett konkrét támogatást, az azt jelenti, ides tova egy-két éven belül, hogy nem lesz olyan település Magyarországon, ahol valamit ne épült volna, ne újították volna fel az öltözőt, ne füvesítették volna a pályát, ne tudtak volna fölvenni még egy vagy két utánpótlás edzőt. Tehát ez valóban az ország legkisebb szegletébe is eljutó támogatást jelent, az, hogy a társasági adóforintokat a magáncégek felajánlhatják az MLS által jóváhagyott sporták fejlesztési programokra. Nagyon bonyolult, többszörösen ellenőrzött szisztéma, de valójában ez a lényege, hogyha valaki akar valamit, egy helyi kis egyesület akár, ezt megfogalmaz, hogy mit akar, és az MLS azt mondja, hogy igen, ez beleillik a mi elképzelésünkbe, és jó az, amit akarsz, és talál hozzá helyben olyan cégeket, amelyek hajlandóak az adójuk egy részét nem a költségvetésnek befizetni, hanem közvetlenül erre a programra adni, akkor tud szerezni pénzt az elképzeléseihez, és ez már működik, tehát ez most már lassan több mint két éve működik, és nagyon sok minden épült és fejlődött ennek köszönhetően. Maga a labdarúgó szövetség is működtet központi pályaépítési programot TAO pénzekből. Azt a célt fogalmazták meg, hogy évente 100 futballpályát kell, hogy építsen az MLS, és ezt az ütemet nagyjából tartani is tudják, ami nagyon jól hangzik, de hogyha oda tesszük mellé, hogy egyébként az MLS statisztikái szerint több mint 1000 futballpálya szűnt meg az elmúlt két évtizedben, akkor pusztán arról van szó, hogy egy olyan hátrányt kell dolgoznunk, amit magunknak okoztunk. Tehát ha csak vissza akarunk jönni a 40-es évek szintjére, akkor is legalább 10 évig építkeznünk kell. És az azért nagyon abszurd és nagyon elkeserítő, mert az egész világon minden statisztika szerint mindenütt emelkedett a futballisták száma, a futballpályák száma és minden a labdarúgáshoz kapcsolódó számadat, és Magyarország az egyetlen helye a világnak, ahol csökkentek ezek a számok, aminek két oka van, az egyik ez a hihetetlen rombolás, ami végbe ment az elmúlt évtizedekben, a másik, azért ezt is mondjuk el, az a hihetetlen magasság, ahova eljutott valamikor a magyar futball, hiszen egy olyan adatunk is van, hogy 1939-ben egyetlen hétvégén 1000 nagypályás futballmeccset rendeztek Budapesten, csak Budapesten, ami ugye 2000 csapatot feltételez, és hát tömérdek mennyiségű pályát. A nagy gazdasági világválság kellős közepén tudta az akkori kormány érvényesíteni azt a szándékát, és olyan törvényt hozott a parlament, hogy minden néhány száz főt legalább foglalkoztató cégnek kötelessége volt sportegyesületet működtetni, és sportlétesítményt létesíteni. Ezért voltak aztán még évtizedekig a kábelpálya, a csatornázási művek, a falemezpálya, az erőműpálya, a cipőgyár, a Kinoin, a nem tudom micsoda, tehát itt estig tudnánk sorolni azokat a cégneveket, amelyek aztán a II. Világháború után is fennmaradtak, és azt gondolnánk talán, hogy a kommunista vállalati struktúrának volt ez a vívmánya, hogy a vállalatoknak sportegyesülete volt, de nem, ezt a két háború közötti időszakból örökölték a sportlétesítményekkel együtt. És aztán ezeket építették be, adták el fillérekért, lettek lakóparkok, benzinkutak, bevásárlóközpontok és így tovább. Kijátszva egyébként azt a törvényt, amely érvényben volt mindvégig Magyarországon, hogyha valaki megszüntet vagy beépít egy futballpályát, akkor egy másikat kell helyette létesíteni.
ezt éveken át ebben a bizonyos vadkapitalista időszakban, amikor a közműcégeinket is el lehetett kotyavetjeni, és így tovább ismerjük ezeket a történeteket, akkor minden további nélkül az azonnali profit reményében adtuk el így egyébként a saját gyerekeinknek az egészségét meg a jövőjét, mert nem volt hol sportolniuk, és nem is érdekelt senkit, hogy nincs hol sportolniuk. És ma már az utópia kategóriájába tartozik az, a még egyszer mondom, nagy gazdasági világválság idején jól működő szisztéma, hogy minden vállalat kötelező sportegyesületet működtetni. Hát mi a legnagyobb multiktól is csak nagy nehezen várhatjuk el, vagy nem is várhatjuk el, vagy nem is tudjuk kikényszeríteni tőlük, hogy építsenek futballpályákat, legalább a saját dolgozóiknak biztosítsák a sportolási lehetőséget. Tehát amikor azt mondjuk, hogy BKV előre, akkor azért van BKV előre, ami valamikor best card volt, mert akkor társadalmi igény volt és törvényi kötelezettség volt mondjuk a best cardnak minden dolgozója számára biztosítani a sportolási lehetőséget. És mondom, a vállalat neveket egészen nagyoktól a viszonylag kisebbekig hosszan lehetne sorolni. Ugyanígy az egyetemek. Valamikor teljesen természetes volt az, hogy minden egyetemnek egyetemen nagyszabású sportélet zajlik. De például az újépítésű egyetem, Pilis Csabán, a pázmány fel tudott úgy épülni, hogy hosszú-hosszú ideig nem volt semmilyen sportolási lehetőség, mert sajnos annyira megváltozott az értékrendünk, hogy a sport meg a futball mindig a leghátúra szorul. És most, amikor nagy társadalmi viták dúlnak, hogy szabad-e Debrecenbe 10 milliárd állami forintért stadiont építeni, akkor ha megkérdezünk 10 embert az utcán, bizony 8 azt mondja, hogy nem szabad. Ha Debrecenben kérdezünk meg 10 embert, akkor lehet, hogy 8 mondja inkább azt, hogy szabad, és 2 azt, hogy nem. Nem egyiket a másik ellen szeretném kijátszani, hiszen az is fontos, de amikor színházakat újítottunk föl, vagy nemzeti színházat építettünk, akkor szinte társadalmi konszenzus volt abban, hogy nem lehet egy ország nemzeti színház nélkül, és nem sajnáltuk a 10 milliárdokat. Ha nemzeti stadiont akarunk építeni, akkor a baloldali publicisták azonnal megmozdulnak, hogy miért nem lélegeztető gépet veszünk, pedig ebben is társadalmi konszenzusnak kellene lennie, hogy igenis Közép-Európában egy nemzeti futballstadion nélkül abszurdum, mint hogy nincs is más ilyen ország sem körülöttünk, sem tőlünk távolabb. Úgyhogy sajnos annyira amortizálódott a futball társadalmi presztízse, hogy mindent előről kell kezdeni, mindent be kell bizonyítani, és a létjogosultságát magát bizonygatni kell a labdarúgásnak. Messze járok az igazságtól, hogyha azt mondom, hogy sokan rosszul jártak ezzel az új vezetéssel, gondolok például arra, hogy egyetemben vannak Rács mögött. Hát én ebben is egy kicsit szkeptikus vagyok, és sokkal szigorúbb lennék. Itt viszont nagyon fontos elmondani, hogy és akkor vagyunk igazságosak, hogyha mondjuk, hogy ez nem magyar probléma, tehát itt van egy világméretű fogadási maffia, amelynek a tőke ereje, meg egyáltalán az ereje az egyes európai országok GDP-nél is sokkal nagyobb. Éppen ezért ez sok tekintetben szélmalomharcnak tűnik, és ma már tudjuk, hogy a fogadási maffia játékszere nem csak egy magyar másodosztályú vagy egy magyar ifjúsági mérkőzés, amelyet tényleg szinte gyerekjáték manipulálni ezeknek a mafiózoknak, hanem ugyanolyan gyerekjáték számukra manipulálni egy Premier League meccset, vagy akár egy világbajnoki mérkőzést is. Éppen ezért itt most nem elsősorban a magyar hatóságok meg a magyar futballvezetői azok, akiket hibáztatni kell azért, hogy nem sikerült felszámolni a világban működő fogadási maffiát. Ez a sport globális létét fenyegető nagyon komoly veszély. Az más kérdés, hogy a magyar futball a maga sajátos viszonyaival, szegénységével, erkölcsi állapotával táptalaja és melegágya a bundáknak. Sajnos, és ezt akik letagadják, vagy megpróbálják szemet hunyni fölötte, azok még inkább segítik azt, hogy adják és vegyék a meccseket. Vannak ilyen divatos szólamok, hogy ez már a múlt, meg pár évvel ezelőtt valóban volt, de már nincs. Hát éppen napjainkban került nyilvánosságra, hogy hamarosan 10 most tavasszal játszott NB1-es meccset kezdenek majd vizsgálni, mert bundagyanúra utaló információkat kapott az ügyesség. Valójában a jéghegy csúcsa, amit látunk, nagyon komolyan fertőzi az egész világ sportját, nem csak a futballt, és nem csak a magyar sportot a bunda. Ami hát a téma szakértője Declan Hill leírta azt, hogy természetesen nincs új a nap alatt. Hát tudjuk, hogy a klasszikus amerikai profi sportok megjelenésétől kezdve a korrupció és a bunda is ott volt, de ennél még szomorúbb, hogy valamikor az ókori olimpiáknak azért szakadt vége, és azért tűntek el a történelm süllyesztőjében az olimpiai játékok hosszú időre, mert ott is a végén már minden eredményt manipuláltak, és minden bunda volt. Éppen ezért,
vonja le a következtetést az angol szakértő. Komolyan fenyeget az a veszély, hogy az emberek egy idő után nem hiszik majd el azt, amit látnak. Ez a legnagyobb veszély ebben, ez a bizalomvesztés, amikor már nem fog a szurkoló jegyet váltani arra a meccsre, amelynek a tisztaságában nem biztos, és azt mondja a szakértő, hogy bizony fönnáll a veszély annak, hogy a modern sport éppen úgy eltűnik majd, és eljelentéktelenedik, mint ahogy az ókorban ez megtörtént. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. A magyar hatóságok, az MLS, a magyar ügyészség képtelen neggátat szabni önmagában. Ha lesz olyan nemzetközi szabályozás, vagy olyan nemzetközi együttműködés, amely erre képes lesz, akkor van esélye a profi sportnak, ha nem, akkor bizony nem sok. Azért a beszélgetés vége felé lassan térünk egy kicsit pozitív részre, hogy jobb szájízzel fejezzük be ezt a beszélgetést. Járod a világot, jelent meg neked Puskásról a könyved külföldi nyelven is. Hogy látod, hogy külföldön mennyire sikerül még Puskásnak ezt a fantasztikus jellemét és emberiségét fenntartani? Annyit pontosítanék, hogy a Puskás életrajzomnak az angol nyelvű kiadása az most készül, tehát a magyar és az angol kiadó már aláírta a szerződést, és hozzávetőleg egy éven belül Nagy-Britanniában is megjelenik, de nincsen még kész. Hát Puskás egyénisége az egészen különleges, és éppen az angol kiadó azt fogalmazta meg az angol kiadás bejelentésekor kiadott sajtóközleményben, hogy úgy mindenki ismeri, hogy a futball történet egyik legnagyobb játékosa, de az ő hihetetlen pályafutását és az ő hihetetlen életét nem ismerik eléggé Nagy-Britanniában, mondják az angolok. Tehát ez egy olyan különleges sztori, amit neki kötelességük a brit közönség elé tárni, és amely szerintem egyébként kétségtelenül játékfilmért kiállt. Szóval ezzel sikerül majd bemutatni, hogy ki is volt Puskás öcsi, a ma is legismertebb magyar ember, aki valóban a futballban szinte minden góllövési rekordot megdöntött, egészen elképesztő módon 400. volt a csúcson, mint játékos a világ legjobb csapataiban, a világ legjobb bajnokságaiban. Két önmagában is lélegzetelállító karriert produkált, a magyar válogatott csapatkapitányaként olimpiai bajnok, Európa bajnok, gyakorlatilag világbajnoki ezüstérmes, 85 válogatott meccsen 84 gól, az évszázad mérkőzése, annak visszavágója, a római stadion avató és így tovább. És aztán a Real Madridnál eltöltött 9 év, a 3 bajnokok ligája győzelem, a 4 spanyol gól királyi cím, a 6 spanyol bajnoki cím és így tovább. Szóval ezek egészen elképesztő dolgok. Az Európa Kupa döntőben szerzett 4 gól, hogy gólt lőtt olimpiai döntőn, VB döntőn, világkupa döntőn, BEC döntőn, és minden rendű és rangú meccsen, ahol valaha pályára lépett, hogy a válogatottban szerzett gólok számát tekintve világrekorder, dacára annak, hogy a Real Madrid időkben nem játszhatott a magyar válogatottban, hogy a élvonalbeli meccseken szerzett gólok számát tekintve az 511 találatával szintén világrekorder. És ehhez rögtön tegyük hozzá, hogy bár minden góllövési rekordot szinte Puskás Ferenc tart, valójában ő nem középcsatár, nem befejező csatár volt, hanem egy irányító típusú játékos, aki legalább még egyszer ennyi gólpaszt adott, amire aztán tényleg nincsen példa, hogy valaki minden gólrekordot tart, úgy, hogy egyébként ő nem befejező csatár. Cibor Zoltán fogalmazta meg talán a legjobban és a legtömörebben ezt a különleges képességét Puskásnak, amikor azt mondta, hogy öcsi egyszer belerugott a labdába, és abból 2 gól lett. És ehhez kapcsolódik az ő hihetetlen emberi története, aki soha az életében nem gondolt arra, hogy Magyarországtól távol tudna élni, annyira összekapcsolódott az élete a szurkolók szeretetével, rajongásával, a magyar viszonyokkal, de aztán az 56-os forradalom annyira felforgatta az ő életét is, hogy noha itthon már leszállóákba került a pályafutása, a körülmények egyszerűen rákényszerítették arra, hogy új életet kezdjen, és csak azért is dacból is megmutassa, hogy igenis ő a világ legjobb futballista, és a Real Madridnál kezdjen új életet, egy hihetetlen, tényleg filmbe illő és példátlan talpraállás az övé, elhízott, ivott, lelkileg is maga alatt volt, és onnan tudott a világ legjobb csapatába visszajönni és beilleszkedni túl a 30-on, és 9 fantasztikus évet produkálni, amikor már 1-2 év futballért sem adtak volna sokan túl sokat, ami a kiöregedő félben lévő Puskást illette. Tehát ez tényleg egy lenyűgöző történet. Puskás példakép lehet emberileg is, hazafiság tekintetében is, minden a világ legeldugottabb szögletében is, ha talált egy magyar embert, minden áron megpróbált a kedvében járni. Alfredo Di Stefano szerint olyan volt, mint egy intézmény, mint egy nagy követség a magyaroknak, mindent elintézett, mindenkinek segített. Futballistaként is a fantasztikus szakmai tudásával, virtuóz technikai tudásával, csodálatos sikereivel, és hát emberileg is azzal
azzal az állandó segítőkészséggel, ahogy együtt élt a közönség, ahogy igényelte a szurkolók állandó rajongását, de ahogy minden lépését annak rendelte alá, hogy kiszolgálja a szurkolókat, akik hát tényleg rajongtak érte, és nagyon, nagyon szerették őt, és szeretik a mai napig, tehát ő példakép lehet minden magyar fiatalnak, minden magyar sportolónak és minden magyar embernek. Azzal együtt nagyon sok feladatunk van még abban a tekintetben, hogy a magyar emberekkel megismertessük őt, ez bármennyire is furcsát, megint a magyar történelem abszurditása, hogy itt vannak olyan generációk, amelyeknek egész egyszerűen kimaradt az életéből, hiszen mintegy 30 évig nem is volt jelen a magyar médiában, vagy ha jelen volt, akkor inkább csak bántották őt, meg negatív sztereotípiákat gyártottak és súlykoltak vele kapcsolatban. Másrészt valóban a világgal is meg kell ismertetni, hiszen Puskás akkor lett a futball szupersztárja, amikor még nem létezett televízió, aztán Európa, főleg nyugati felének, vagy inkább azt mondom, hogy Magyarországon kívül mindenütt, mert azt hiszem csak itt nem közvetítette a televízió, például a 60-as BEC-döntőt. Egy nagy közös nemzedéki kulturális élmény volt az ő Real Madrid beli szereplése, de azok az emberek, akik akkor voltak fiatalok, és akkor élték ezt, tehát ők is már idősebbek, tehát valóban azt gondolom egyébként, hogy fontosak a könyvek, a dokumentumfilmek, például a Almási Tamás dokumentumfilmje, ami a könyvem alapján készült, és nagyon sikeres lett itthon és külföldön is, de talán igazán majd egy játékfilm lehet alkalmas arra, vagy lenne egy regény, ha valaki képességekkel rendelkezik, hogy ezt el tudná a regény nyelvén mesélni, mindazt, amit Puskás élete üzen nekünk, akkor jutna el, azt gondolom, az új generációkhoz is, meg azokhoz is, akik már vagy elfelejtették, vagy nem igazán tudják, hogy ki volt ez a különleges egyénisége a magyar 20. századnak, amely magyar 20. század a keserűségről, a megaláztatásról, a háborúkról, a diktatúrákról és az embertelenségről szólt, és mégis volt egy olyan egyénisége Magyarországnak, aki ámulatba tudta ejteni a világot, aki az elveszített világháborúk ellenére mégiscsak le tudta igázni a világot a maga békés módján, aki a diktatúrák embertelen törvényeire fityet hányva kibejárt, ha úgy tetszik, a diktatúrákból, persze megszenvedte ezt emberként, de hát mégiscsak a diktátorok, meg az államfők és mindenkori országvezetők érezték megtisztelve magukat, ha kitüntethetik Puskást, ők keresték az ő kegyeit, és nem fordítva Rákositól Frankon át Horn Gyuláig. Fantasztikus, amit ő futballistaként, abban a világban, amikor a katonákról, meg a diktátorokról szólt minden, ő futballistaként el tudta érni azt, hogy az egész világ feltétel nélkül rajongott érte. Mi magyarok különösen szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy vele azonosítanak bennünket, mert vannak olyan népek meg országok, akit egy diktátorról, egy gonosztevőről, egy kurtizánról azonosítanak be, mondjuk elsőre. Magyarország leghíresebb embere Puskás, akinek a nevével olyan fogalmak és olyan jelzők kapcsolódnak össze, mint a virtuozitás, a humor, a segítőkészség, a sikerek, a népszerűség, és ez egy nagyszerű dolog, mert Almási Tamás, a filmrendező is azt mondta, hogy bár megpróbálta bebizonyítani, hogy kellett, hogy legyenek rossz emberi tulajdonságai is Puskásnak, akárhova ment, egyszerűen nem voltak hajlandók rosszat mondani rá az emberek. Tehát ő egy kicsit az ördög ügyvédjeként, kicsit tetlenkedve fogott a munkához, és mire a végére ért, addigra a legnagyobb Puskás rajongó vált ő belőle is. És valóban ez a helyzet, tehát nagyon legyünk nagyon hálásak a sorsnak és a Jóistennek, hogy egy ilyen emberrel azonosítanak bennünket, akinek a nevéhez csupa pozitív érzés és jó tulajdonság kapcsolódik a világban. Tulajdonképpen lehet mondani, hogy egy missziót végzel, hogy ezt terjeszted, sok sikert kívánunk ehhez. Köszönöm szépen, hát ez azért egy örömteli misszió, azt el kell mondani, tehát senki se sajnáljon emiatt, mert tényleg Puskás életének a bűvkörében élni, találkozni világszerte azokkal, akik tisztelték és szerették őt, gondozni a hagyatékát, kapcsolatban állni a Real Madriddal, amely ma is a világ legnagyobb futballklubja, a FIFA-val, amelynek az elnöke ma is az egyik legnagyobb Puskás rajongó. Ezek mind lélekemelő és nagyszerű feladatok. Irigykedve kívánunk, sok sikert! Köszönjük szépen! Szőlősi Györggyel Marti Zoltán beszélgetett. Magyar Lelátó Sportmagazin. A hazai sportélet más lelátószögből. Mai adásunk ezennel véget ért. Kövessenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, ahol számtalan érdekességet találhatnak. www.facebook.com/magyarlelátó. Munkatársaim Marti Zoltán, Kovács Szilvia, Puskás Balázs, valamint Maros József nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Varga Tamást hallották.
Várjuk Önöket jövő héten ugyanebben az időpontban. Viszonthallásra.